Sziasztok, Luca vagyok, és ahogy ígértem Instán, kipontogatjuk az Yves Rocher idei adventi kalendáriumát, mert hogy nagyon sokáig tanakodtam azon, hogy milyen adventi naptárat vegyek idén, és már-már úgy voltam vele, hogy nem fogok semmiet venni, mert vagy iszonyatosan drágának tartottam a naptárakat, vagy pedig úgy éreztem, hogy olyan termékek vannak bennük, amiket inkább nem használnék el, de aztán végül is ezen a héten, tehát a Black Friday alatti héten le volt értékelve ez a naptár 17.000 forintról 13.000-ra, és egyébként is ez volt az a naptár, amivel a leginkább szemeztem, mert nagyon szeretem az Yves Rocher-t. Szóval szeretem a smink cuccaikat is, és imádom az ilyen krémjeiket, tusfürdőjüket. Hogyha láttátok a top 10 örökre forever újravevős videómat, akkor abban a 10-ből 2 Yves Rocher termék volt, úgyhogy tényleg nagyon szeretem őket. És amit még nagyon szeretek, egyrészt az Yves Rocher-ben, másrészt ezekben az adventi naptárakban, hogy a termékek azok kisebbek. És így nem az történik, hogy van egy egész nagy vödör krémed, és akkor ezt a következő 4 évben fogod használni, hanem van egy ilyen kis kókuszillatú krémed, és akkor ezt olyan 3 hétig használgatod, aztán jöhet egy új illat, és így sosem unod meg ezeket a krémeket. Szóval úgy döntöttem, hogy idén ezt meg fogom venni. Így néz ki a naptár kívülről, fantasztikusan gyönyörű. Én sokat gondolkodom azon, hogyha nekem lenne valamilyen saját termékem, akkor milyen lenne a csomagolása, és hát ez így nagyjából az. Imádom ezeket a kis picike mintákat, az aranyfóliás díszítést, nagyon szeretem, gyönyörű az egész. És aztán, hogyha kivesszük ebből a kis bugyiból, akkor az alatta lévő doboz is csodálatosan meg van csinálva, ennek egy kicsit más a mintája, de ez is ilyen apró kis, sematikus grafikákat, pici metálos rajzokat ábrázol, fenyőt, hópelyheket, nagyon szép az egész. És akkor, hogyha ezt kinyitjuk, ez így ekkora a fejemhez képest, hát rendes, kellemes, közepes méretű. Minden dobozkának különböző a dizájnja, végigfutja ezeket ez az aranyfóliás bugyó minta, hópehely minta, fenyőág. Nagyon-nagyon szép az egész. Még ki kell találnom, hogy ezekkel a kis dobozokkal mit kezdjek, mert hát nem akarom őket kidobni. Szóval, ha van tippetek, akkor írjátok meg kommentben. Na kezdjük el, ez itt az első. Ez egy parfüm. Egy ilyen egészen picike kis, hát ilyen parfüm minta jellegű. Amúgy ebben a pillanatban jöttem rá, hogy ahogy halljátok, beteg vagyok, és így be van dugulva az egész arcüregem. Hát valamennyire érzek illatokat, nem tudom, hogy mennyire lesz helyes az, amit érzek. Szerintem majd megkérem öcsém nagyon szereti az illatokat, neki ilyen gurmé orra van az illatokhoz, úgyhogy szerintem majd megkérem őt, hogy így szaglássza meg a termékeket, és majd az ő véleményét valahogy ideírom. De azért én is megpróbálom elmondani, hogy mit gondolok róla. Ezt most így stílszerűen a taknyos zsepimre fújtam. Ez egy ilyen virágos illat, fiatalos, napközbenre való, friss, nagyon virágos, nagyon finom. Ez nekem ízlik. Majd nem tudom, hogy kidugult orral is ízlene, de szerintem jó. Az a neve, hogy Sel d'Azur. A második egy fürdőgél First Snowflakes illatcsaládból. Hú, ezt alig érzem. Talán egy kicsit vaníliás. Az van ráírva, hogy mandula illat. Jó, hát a mandula az nem egy olyan nagyon erőteljes illat. Következő doboz a hármas, amin ez a hármas szám is ilyen kis fenyőből, bogyókból van kirakva. Nagyon-nagyon kis szép. A következő termék egy száraz hajra való sampon. Na, ez az, amit nem én fogok elhasználni, hanem mondjuk lehet, hogy pont öcsém. Hát ez nagyon gyümölcsös. Szerintem ez ilyen átlagos gyümölcsös tusfürdő vagy sampon illatú. Szerintem ez semmi extra, azt írja, hogy agave és avokádó van benne. Jó, hát az egyik sem olyan nagyon illatos összetevő. A negyedik egy ilyen iszonyatosan könnyű és hosszú dobozban van. Na ez egy ilyen körömre szelő, fényesítő, puffer, nem is tudom, hogy ezt magyarul hogy hívják. Ok. Az ötödik nap az nehezebb. Ez egy nyugtató hatású micellás víz, ez mindig jól jön. Yves Rocher-től azt hiszem, hogy még soha nem próbáltam micellás vízet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy szeretem-e, hát megszagolom, nem tudom, hogy van-e illata. Érdekes, mert olyan, mintha egy kicsit ilyen alkoholos illata lenne. Nem látom, hogy lenne benne alkohol, de majd így krémmel ilyen megnézem az összetevőket. Hatodik nap. A hatodik nap ez egy ilyen átlátszó körömlak, hát bázisnak vagy primernek mondjuk, amit ugye a
az igazi körömnek alá teszel, hogy tartósabb legyen. Oké. A hetedik nap, ekkora dobozban egy ilyen icipici kis krém. Ez is érzékeny bőrre való, nyugtató, hidratáló krém. Hát ez valami iszonyatosan picike, 7 milli az egész. Szagoljuk meg. Hát ebből semmit nem érzek, úgyhogy majd muszáj lesz megkérdem Viktort, hogy mondjon véleményt. Mondjuk az is lehet, hogy ebben nincs illatanyag, hogy tényleg kímélő legyen. Nyolcadik nap. Úristen, de vad. Ez megint egy körömlak, ilyen Ferrari vörösben. Ez a legdurvább piros, amit valaha láttam. Nem szoktam pirosra festeni a körmömet, ez így még gyerekkoromtól, kicsi gyerekkoromtól bennem él, hogy ez az ilyen tipikus nőcis dolog, hogyha valakin piros körmök vannak. Nincs bennem előítélet egyáltalán, csak én egyáltalán nem érzem magam ilyen nőcinek, hogy mondjam, úgyhogy hozzám nem illik szerintem a piros köröm, de vannak olyan ismerőseim, akik imádják, és így hallani szoktam tőlük ezt a Ferrari vörös kifejezést, úgyhogy ez szerintem náluk fog landolni. 9. nap. Juhú, ez megint valami nagy dolog. Ez egy tusológél. Húf! Na ez tényleg nagyon ilyen természet illatú, tényleg, mint hogyha így kirándulnék az erdőben. Na szerintem ez az a termék, amit öcsém rögtön le fog nyúlni. Hogyha elhelyezek bármilyen terméket a fürdőben, ami zöld, akkor abból tudja, hogy fogyni fog már. Nagyon szereti az ilyen zöld csomagolású kozmetikumokat, ennek még az illata is finom. Ja, egyébként ő is Yves Rocher-t használ, szóval most neki is rendeltünk, de szóval ebből fogyni fog. Friss, nagyon természetes illat, nem virágos, hanem tényleg, mintha eső után úgy beleszippantanál a kertbe. 10. nap következik, és szerintem elég sok termék volt már, és nem is rosszak, és még a felénél sem vagyunk, úgyhogy én azt mondom, hogy ez megérte az árát, bár még ugye lehetnek csalódások benne, de én nem hiszem. Na, egy tök új jellegű termék van a 10-esben, ilyenünk még nem volt. Ez egy... Úristen! Ez egy ilyen asztal. Jó, szóval ebben ilyen... Na jó, ennek minden a tök érdekes és meglepő. Szóval, ez egy ilyen átlátszó zselé, és vannak benne ilyen barack mag darabkák, úgyhogy ezt gondolom, hogy nem arcra való, mert tényleg ilyen nagy darabkák vannak benne. Ez egy ilyen testradír vagy bőrradír. És ilyen gyümölcsös, barackos illata van teljesen. 11. nap, megint egy nagy dolog. Ez a dolog megint egy micellás víz. Hú, de nyugodt illat ez. Ja, ez egy ilyen megnyugtató, nem túl agresszív, de azért van illata, szóval nem illatmentes. Nekem bejön, egész visszafogott. 12-es, egy ilyen nagyon picike doboz, és kb. 10 perc volt, mire megtaláltam. Na, ez megint egy parfüm minta. Plein Soleil, ami gondolom plan, vagy valami ilyesmi. Hol egy tagnyol zsati? Na hát ez az illat, mert közel sem olyan friss, mint az első. Ez ilyen sokkal komolyabb, talán ilyen agresszív, virágos illat. Szerintem ez egy ilyen erőteljes, nem tudom, ilyen 45 éves nőnek való. Ez nagyon nem az én illatom. Most tartunk a felénél, most jön a 13-as. Szintén egy nagy doboz. Ez... Yeah! Testápoló, illatosított testápoló. Szintén ebből az erdei illatcsaládból. Ebben nem érzem olyan agresszívan az erdőt. Igazából alig érzem. Kicsit vaníliás. Na jó, majd erről is öcsém megmondja, hogy milyen. 14. nap, energizáló tusfürdő gél, és erre rá van írva, hogy mangó korianderes, úgyhogy mondjuk erről érzem is, ez brutálisan, ez a tipikus mangós tusfürdő illat. Nem rossz, én amúgy sokkal jobban szeretem az ilyen édesebb, mélyebb illatokat. Ez ilyen, tényleg ilyen energizáló, ilyen nagyon happy illat. 15. nap, elég könnyű kis doboz. Hoppá, ez smink. Ez egy Jumbo szemceruza, ilyen sötét lila, ilyen szilva színe van. Nem próbáltam még szemceruzát Yves Rocher-től, de az is igaz, hogy nagyon ritkán használok egyáltalán szemceruzát, szóval néha pillavonalba használok egy barnát, amikor úgy nem akarok nagy sminket csinálni, csak mit tudom én, tényleg egy kicsit ki akarom élénkelni, vagy ki akarom nyitni a tekintetemet. Ez pedig egy sötét lila. Kíváncsi leszek, kipróbálom.
16. nap, szintén egy elég nagy doboz, krém van benne, nem, vagy de? Se a vajas, extra száraz bőrre való. Ja, ilyen tusolós testápoló. Ilyet már vettem múltkor, csak még nem próbáltam ki. Ez ott van a fürdőben azóta is, és egyszer sem próbáltam ki. Ebből is csak egy ilyen visszafogott vanília illatot érzek, semmi különöset, mondjuk a se a vaj. Nincs ráírva semmi ilyen gyümölcs, vagy nem tudom, csoki, vagy kókusz, vagy ilyesmi, ami úgy adna egy karakteres illatot neki. De azért egyre jobban remélem, hogy öcsém igent fog mondani erre az illat szakértőségre. Na közben kinyitottam a 17-et, ami száraz hajra való 2:1 krém maszk. Aha, tehát akkor ez egy balzsam. Na, ez egy olyan hajas termék, amit én is tudok használni, szilikonmentes. Mondjuk ennek ilyen meglepő módon ilyen semmi extra a csomagolása. Hú, ez nekem nagyon tetszik. Nem virágos, nem gyümölcsös. Ja, tudom, ez olyan, mint amikor hajat fest az ember. Mondjuk, oké, ez adja magát, mert hogy... Tehát azt akartam mondani, hogy amikor hajat festesz, akkor utána szoktak adni egy ilyen kis balzsamot, és végülis ez is balzsam, úgyhogy ezzel sokat nem mondtam. De így már talán el tudjátok képzelni, hogy milyen. 18. nap, nagyon elegáns, visszafogott kis dobozka. Ez egy körömlak, nagyon ilyen babarózsaszín, gyöngyházfényű csillogása van. Hát a piros mellett ez a gyöngyházfényű babarózsaszín a másik olyan szín, ami izonyúan nem illik hozzám. De van egy olyan barátnőm, aki nagyon szereti a rózsaszínt, úgyhogy remélem, hogy majd elfogadja és örülni fog neki. 19. nap. Megint egy ilyen mini 7 millis kis krém, gél, hidratáló krém. Megfogadjunk, hogy megint nem lesz illata. Van! Még ezt én tudja, hogy nem fogom megfogalmazni, vagy nem tudom, fogalmam sincs. Viktor, minden bizalmam benned van. Ilyen tiszta, semleges illat, nem erőszakos. Kb. Amire így azt szokták mondani, hogy pamut illat. 20. nap, benne vagyunk az utolsó 5-ben. Yes! Na! Úristen, végre egy kézkrém. Amúgy azt hittem, hogy sokkal több kézkrém lesz benne. Ja, én ezt ismerem, ezt az illatot, bár még nem volt ilyen a Yves Rocher-től. Kicsit emlékeztet a tavalyi ilyen almás illatcsaládjukra, amiket egyébként mostanában használtam el. Ja, fehér mandula illat. Fehér mandula. Hát kicsit mandulás, igen. De én érzek benne almát. Na mindegy, nem tudom. Szép, és nagyon örülök, hogy kézkrém. 21-es. Jó, ez olyan túlsfürdőgél, amit vettem. Tehát emellé a megrendelés mellé odaraktam egy ilyet is. Ja, ez az új termékcsaládjuk. Hogyha láttátok a kedvences videómat, akkor abban beszéltem arról, hogy az argánolajos tusfürdő olajuk az, amit nagyon szeretek használni az arcomra, és többen is mondtátok, hogy, vagy hát így meglepődtetek rajta, hogy arcra használok tusfürdőt, de ez tényleg egy ilyen nagyon finom, gyengét, tényleg ilyen olajos állagú tusfürdő olaj. Imádom, tényleg, ez nem egy ilyen SLS-sel dúsított, nagyon habzó, kemény tusfürdő formula, hanem tényleg nagyon lágy. Na és ez az új termékcsaládjuk, amiben van még rózsaolaj is. Úgyhogy ezt szagoltam üzletben, és ebből rendeltem most. 22. nap. Wow! Na jó, ez körömlak, de szerintem ezt meg fogom tartani, mert nagyon szép színe van. Ez olyan sötét bordó, hogy van benne egy kis lila. Tehát nem sötét lila, nem sötét bordó, hanem erre szokták azt mondani, hogy vörösbor színű. Na ezt megtartom. Utolsó előtti nap következik, amiben egy sminktermék van. Szemöldök spirál. Múltkor gondolkodtam azon, hogy kéne nekem valami szemöldök gél, vagy szemöldök spirál, mert egy csomószor nézek úgy tükörbe, hogy azt látom, hogy egyszerűen így össze-vissza állnak a szemöldök szálaim. És próbáltam én már szemöldök gélt, de valahogy úgy nem nagyon váltak be. Úgyhogy ez tök jó, ennek nagyon örülök. Utolsó nap következik, a 24-es. Nem nagyon derül ki a csomagolásból, mert az van ráírva, hogy elixir. Oh, ennek ilyen nagyon-nagyon gyümölcsös, tök jó illata van. Nem szájfény, hanem szerintem matraszáradó rúzs. Ja, nem, ez ilyen krém. Folyékony krém rúzs. Amúgy szép színe van.
Na, ez volt a 24., úgyhogy végeztünk ezzel a naptárral. Ide már nem lesz másik adventi naptárnyitogatós videóm, ezt is így még december előtt egy nappal tudom kirakni. De ha szeretnétek, hogy legyen jövőre, akkor lájkoljátok, és akkor látom, hogy ti is szeretnétek megnézni egy ilyen bontogatós videót. Ha van bármi, amit megosztanátok velem, akkor azt írjátok meg kommentben, kövessetek Instán és Twitteren, ahol ezt Lucz néven találtok, és jövő héten talán találkozunk. Sziasztok!